Gábor Dénes, Emotó, Emoto, Luc Hologram, mi az összefüggés? Sziasztok! Tóth Rann vagyok, egészen eszement videó lesz ez a mai. Nagyon ajánlom a kísérleti tudomány érdeklődői számára. Direkt nem, direkt nem azt mondtam, hogy a tudomány érdeklődői számára, hiszen amit most el fogok nektek mesélni és bemutatni egyelőre csak táblán, ez nagyon távol áll attól, amit a tudományos élet képes elfogadni, pedig ez a valóság. Csapjunk is bele a lecsóba. A holografikus DNS-ről szeretnék a mai nap nektek beszélni. Ezt nem vagyok benne biztos, hogy legelőször Gorjel vette észre. Tehát ugye, ugye az eléről kezdje, Gábor Dénes volt az, aki a holográfiát feltalálta. Mi a túró az a holográfia? A holográfia igazából arról szól, hogy van -e egy fizikai objektumod, és arról tudsz ugye olyan hologramot készíteni, ami egy tárgylemezre vetíthető, tehát van egy felületed, és akkor azon rögzítődik a hologramnak a képe, amit aztán megfelelő fénye megvilágítva visszakapod az eredetinek a másolatát, vagy valami ilyesmi a hologram. Na most képzeljétek el, hogy Gardiev rájött, hologramot a DNS-ből is lehet akár készíteni, és ezért mondta azt, hogy holografikus a DNS, a DNS spirált azért azt ne úgy képzeljétek el, mint ahogy le van rajzolva egyes könyvekben. van ilyen összefonódó spirál alakú íze és körülbelül ekkora, tehát a DNS-t azt úgy kéne vagy elképzelni, hogy a sejten belüli sejtmagon belüli picike szálacskák a DNS-ek, most így nagyon durván fogalmazva, és ezek a picikes szálacskák rendkívül hosszúak, borzasztó hosszúak, és ezek vannak egy spirál formában összetekeredő, össze, összecsavarodva, nincsen közöttük olyan hézag, meg hely, meg nem olyan szép színesek, szagosak, mint ahogy egyébként a különböző mondjuk az, hogy infografikákon látszik, tehát ezeken a design elemeken, a DNS az nagyon nem így néz ki. Egyébként viszonylag nehéz volt felismerni azt, azt hiszem 1950 környéken ismerték csak fel azt, hogy a DNS az kettős spirál természetű, tehát nem egy annyira régi a felismerés. Most akkor ugornék egy hatalmas nagyot, és azt mondanám, hogy Gordia volna rájuk képzettek el, hogy holografikus a DNS. Mai videóban azt el fogom árulni, hogy konkrétan az egyéni mátrixok azok hogyan készülnek, milyen technológiai, technikai berendezésekkel, és mi van mögötte, <kül> ami az elmélet, viszont a holografikus DNS-nek a létét, azt gyorsan meg kéne érteni, igazából egy borzasztó egyszerű dologról van szó. A holografikus DNS nem azt jelenti, hogy a DNS önmagában feltétlenül holografikus, hanem azt, hogy egy hologramot is lehet belőle akár készíteni. És ennek a hologramnak is vannak bizonyos hatásai a biológiai szervezetre. Ahogy a múltkor egy videóban elmeséltem, Luke Montané készítette egy kísérletet, egyébként ezt a videót valahol itt találjátok meg. És arra jutott Luke Montané, a pcr, a PCR tesztes vizsgálatok után, hogy igenis fel tud épülni a molekula szál, igaz, csak 80 ba körülbelül, mert valószínűleg mondjuk azt, hogy a kísérleti körülmények nem voltak teljesen tökéletesek. Garjevezen valószínűleg nagyon sokat gondolkodhatott, hogy hogyan lehetne jobban átmásolni a DNS információkat, hiszen arról volna szó, hogy van egy DNS szekvenciád, van egy DNS-ed, egy DNS-ed, szóval azért ezt így nehéz elképzelni, és ennek az információit valahogy át kéne jutani a biológiai szervezetbe, de nem úgy, hogy a DNS-ben rakod, a DNS szekvencia a DNS információt berakod, hanem valamilyen technológiai megoldással ennek az információ tartalmát kéne átjutatni valahogy a biológiai szervezetbe. És ilyenkor jött arra rá, hogy igazából hologramot lehet belőle készíteni, és a hologramnak van egy olyan struktúrája, a hologramnak van egy olyan információ tartalma, ami miatt a biológiai szervezetben létrejönnek a megfelelő felépítésű, mondjuk fehérjék. Az egészségi állapotod módosulna. Most, hogy ennyit dumáltam, megmutatnám nektek azt a sematikus, sematikus ábrát, ami azt mutatja meg, hogy hogyan készültek az első egyéni mágicsok. Azt is elmesélem nektek, hogy hogyan lett ez tovább fejlesztve de pontos adatokat nem fogok megadni azért, mert ez egy titkos technológia. Na akkor csapjunk is bele. Azért mondom csak ezeket az információkat, hogy lássátok, hogy technikailag körülbelül ez hogyan működik, és nehogy azt gondoljátok, hogy ez valami hókusz-pókusz parasztvakítás, vagy valami hasonló. Tehát a legelső felállás az úgy nézett ki, hogy volt egy... Hol ahol látjátok is, nem tudom, meg kiderül. Ez a kocka, ez mondjuk egy lézer, mégpedig, jó, ez, ez volt itt a lézersugár, vagy valami ilyesmi. Ez egy gáz, Ez egy gázlézer, mégpedig nem egy akármilyen gázlézer, ez egy nagyon-nagyon speciális gázlézer, bocs, hogy ilyen onnan írok, főleg bal kézzel, ez egy hélium neon gázlézer, és a hélium neon gázlézer alá raktak egy kis edényt, és ebben az edényben volt valamilyen biológiai minta. És ami nagyon érdekes, hogy hát ugye mondjuk ez egy asztalon állt ez, a, ez az izé, ez az összeállítás. Viszont ez az edény az átlátszó volt, és a fénysugár, tehát a lézer az át tudott rajta hatolni, haladni. Alatta viszont volt egy olyan üvegcse, ami egyébként cukoroldatot tartalmazott. Most képzétek el, hogy ugye a lézer sugár szépen áthatolt a mintán, bele a vízbe, és az történt, hogy ebbe voltak valamilyen anyagok. Most én ezt nem határoznám meg nektek konkrétan, hogy micsoda. És ebben a kis edénykében létrejöttek azok a struktúrák, ami, ami ebben a kis tartályban volt megtalálható. Tehát ez volt a legelső kísérlete Gajernek, és azt találta, hogy szintén PCR tesztek alapján meg lehetett azt tényleg határozni, hogy ebben a cukoroldatban más anyagok is voltak benne természetesen, ebben a cukoroldatban létrejöttek azok a struktúrák, amik itt ebben volt benne. Noha közvetlen kapcsolat nem volt a kettő között, egyedül a lézerfény vitte át az információkat ide. <kül> Na most én azt tudom, hogy vannak különböző eljárások és különböző cégek, akik hasonló technológiákkal foglalkoznak. Tehát van olyan cég, most így név nélkül, aki azzal foglalkozik, hogy információ víz be a vízbe, és ilyen pici kis üvegségbe lehet kapni. Már mondtátok a cégnevet többször, direkt nem mondtam, ismerem természetesen a technológiát, tudom miről van szó. Nem akarnám a céget rossz színben feltüntetni, de szerintem az a mennyiségű víz, amiben benne van ez, az, az, az információ, még ha stabil benne az információ, az a probléma, hogy nagyon kismértékű, tehát ott tényleg csak cseppeket kell szelegetni, naponta, és folyamatosan kap, megkapja a szervezet az információkat, de nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira hatékony, mint hogyha közvetlenül kapnád meg az információt, elektromális és tekercseken, ugye Garjev készüléke az erre való, hullámgenetika, vagy mondjuk nagyobb dózisban, tehát úgy érteném, hogy mondjuk egy-két liter naponta el kéne esetleg fogyasztani ebből a típusú vízből, akkor Nyilván sokkal gyorsabban létrejöhetnének ezek a változások a szervezetben. Nem azt mondom, hogy az nem hatékony, amit ő csinál, ez a cég csak, hogy is mondjam, szerintem túl kicsi a dózis. Ez, ez volna, ugye a. De nyilván hatékony valamilyen szinten, de a hatékonyságot az tovább lehetne növelni más technológiák használatával. És tudom, hogy vannak egyéb készülékek is a piacon, szintén most a készülék nevét nem akarnám megemlíteni ami az információt át tudja másolni A-ból B-be, akkor megyek is vissza a és magyarázom nektek ezt tovább, jó, mert marha érdekes. Tehát uh, itt van benne a minta, és miért mondta az Gagyar, hogy holografikus a, a DNS? Egyébként az egész életünk holografikus. Tehát uh, nem arról van szó, hogy csak a DNS volna holografikus, hanem a sejtek egymás között az információ. Holografikus információként továbbítják. Tehát arról van szó, hogy van egy sejted, és a sejt az hogyan másolódik. Ugye ez marha egy kérdés egyébként, mert nyilván vannak biofizikai folyamatok a háttérben, de nem minden egyes része érthető tökéletesen, hogy hogyan tudja ezt megcsinálni mégis egy darab sejt. Hát úgy nagyon valószínű, most egy marha titkot árulok el, lehet, lehet, hogy ezek holografikus információk. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy tér, térmező, körtévő sejtek, a körtévő anyag miatt egyes sejt holografikus információt tud létrehozni. Nem azért, mert ezt akarja, hanem egyszerűen, mert a fizika, mert a biofizika, mert a kvantumfizika mögötte így működik. És ezek a holografikus információk körülötte létrejönnek szépen, és a holografikus információk ba másolódnak bele, és ott jönnek létre a sejtek. Nyilván rezonancia és rezonanciákhoz is van között, tehát hogy szétszakadnak, szétválnak a sejtek, de önmagában az, hogy hogyan csinálja a másolódást, a hogyanon van a hangsúly, a hogyan miatt pedig nagyon valószínű, hogy holografikus információk vannak. Ugyanolyan holografikus információk, mint itt a DNS esetében. Szóval haladjunk. Itt volna ez a kis mintány nekünk, és hát azért ezzel van a problémák, mert ugye átmásolódott az információ, aminek egyébként nem szabadott volna beköltkeznie, hogyha a hagyományos fizikai megoldásokat nézzük mondjuk, akkor ez ez így, ahogy van, teljesen érthetetlen szinte, de ez egy impulzus lézer. Ez egy hélium neon impulzus lézer. Viszont speciális. Majd mindjárt elmondom, miért speciális. De minden nem fogok elárulni. Gondolkodjatok egy kicsit ti is. Aki meg van laborja, megteheti, akkor ő próbálja is ki. Tehát ott volna ez a kis lézerecske, és az a marha érdekes, hogy arra jött a hogy oké, oké, megjelennek benne ott a DNS szálak, meg megjelennek benne azok a struktúrák, amelyek, amelyeket ő szeretett volna, de hogy hogyan lehet ezt tovább finomítani, és akkor azt csinálta, hogy fogott egy lézert, szintén ugyanezt a szintén ugyanezt a helium neon gázlézert, ez egy impulzus lézer, nem tudom, előbb mondtam el. És a probléma az az, hogy ennek van egy valamilyen hát spektruma is, meg van neki egy hullámhossza, és az volna a cél, hogy most bocs, csúnyán rajzolok egy kicsit, tudtam én szépen is egyébként, szóval mondjuk azt, hogy ez egy DNS szál valahogy így, közötte vannak szépen az ACTG molekulák, és tehát ő volna egy, ilyen, egy DNS szakasz, szekvencia mondjuk. Azt kéne eltalálni, vagy azt kéne megtalálni, hogy ez a lézersugár, ami itt jön, ez mondjuk csak ezt a szakaszt találja el, vagy csak ezt a szakaszt találja el, vagy csak ezt a szakaszt találja el, hogyan lehet ezt megoldani? Ugyanis, hogyha ezt a szakaszt eltalálja, akkor ez az információ hologramként, amit nehéz viszonylag elképzelni, nézős kívánok, átmásolódik, hát tulajdonképpen bárhová. Bármilyen anyagba, tehát nem csak vízbe tud ez átmásolódni, nem csak cukorba tud átmásolódni, bármibe át tud másolódni. És hogyha átmásolódott ez az információ, akkor tehát az, az, egész, az egész DNS szekvenciát át akarná ezt az egészet ide valahova át kéne másolni. Hogyan lehet azt eltalálni pontosan, hogy egy egy szakaszát találja meg csak a DNS-nek? Hát először is egy olyan hullámhosszúságú, tehát olyan szélességű, hogy mutassam, olyan szélességű, lézersugár kéne, ami csak azt a szakaszt tudja eltalálni, tehát bármilyen lézer az nagyon nem jó UV. Igazából az UV lézer volna a legjobb talán erre a célra, de marhadrága. drága. Tehát ő egy vörös színű lézer használta, a Helium Neon lézer az egy vörös színű lézer. És ide előre, ahogy jött a lézerfény, ide rakott egy polarizátort. Na most ez egy marha érdekes polarizátor, ugyanis ez a polarizátor nem csak azt csinálja, hogy polarizálja valahogy a fényt, hanem ez egy váltokozó, mondjuk az, hogy VP, Ez egy változó polarizátor, ami azt tudja csinálni, hogy mondjuk azt, hogy egy bizonyos frekvenciával, hogyha rezeg ez a DNS szakasz, akkor ezzel a frekvenciával ezt a polizátort elkezdi változtatni, a polizációját, és azt megkapja akkor abban a formában, hogy ezeket a szakaszokat szépen át tudja egyenként másolgatni. Hát, oké, okay, de hova másolta át? Ugye? Volna a nagy kérdés. Igazából ez még csak a lézerfény, a polizátor, és akkor ugye itt van a minta. Ez itt a minta, mondjuk a fehérje szállal. Ide is belemegy a fény, belemegy, szóval átmegy rajta a fény. Ez a lézerfény, ami már polzával van, megfelelő frekvenciával, megfelelő ö, váltakozású polzátorral van polzával. Ez a fény átmegy a fehérjén, és, ö, tehát átmegy az olyan mintán, de ugye amit mondtam, hogy a DNS, tehát mondjuk a fehéres szálat egy bizonyos frekvenciával kell rezgetni a mintát. Azért, hogy a polizátornak megfelelő legyen a, tehát hogy igazából a szinkronban legyen a, polizátor a a mintával, és utána, hogyha kilép innen a fény, akkor ide érkezik egy jelfogóra. Ez a jelfogó pedig azt csinálja, hogy a fényt, ami beérkezett, rögzíti, mármint az információ tartalmát rögzíti. Konkrétan ez lehet akár egy piezó is. És hogyha rögzítette ezt az információt, utána ezt digitalizálja. Így jöttek létre az egyéni hanghullámok először, tehát a legelőször csak biológiai mintával működött, és hogyha ezt a biológiai mintát ide behelyezted, bekapcsoltad a lézert, aztán bekapcsoljátok a kis számítógépet, ami mondjuk azt, hogy erre van rákötve, akkor azt találjátok, hogy kaptok egy hangmintát, és a hangminta az nem egy olyan hangminta lesz a nagy adatsűrűség miatt, amit egyébként a Galileo Matrixokban hallatok, hogy egy ilyen hát most hogy azok. egy ilyen szép színuszos, elnyújtott hangminta, hanem egy olyat kaptok innen, egy ilyet. Egy nagyon tömény, tömör, sűrű izét hangmintát, ami mondhatni, hogy az ultrahang tartományában van valahol, tehát ez nem egy annyira hallható hanghullám, viszont megfelelő szerkesztő programokkal át lehet alakítani ilyen hangmintává és aztán ez a hangminta van továbbítva MP3-ként, ezt lehet letölteni, ezt lehet megvásárolni, hétfői még akciósan. És amikor a modulátorba kerül, tehát ugye a Garef készülékébe kerül, itt van Gariev készüléke, akkor az történik, hogy ez a hanghullám, ez a nagyon elnyújtott hanghullám, ez ide bekerül a készülékbe, ami egyébként nem egy túl bonyolult készülék, van rajta kettő darab kapcsológomb, alul meg van egy, kettő, három, négy darab időszabályozó kapcsoló. Szóval az történik vele, hogy ez a modulátor ez ebből a fajta kis elnyújtott hanghullámból egy sokkal tömörebb, sűrűbb, eredetinek tűnő hanghullámot hoz létre. És ezt a hanghullámot küldi rá utána szépen a kedvenc Tesla tekercsünkre. És ez a Tesla tekercsel kapod meg te az információkat. Még egy érdekességet azért hozzátennék, hozzá hogy azért ez a technológia ez nem feltétlenül csak lézerrel működik. Ez a technológia akár működhet, na most az valami szépet, ez a technológia akár működhet, ha Szemből állnék vele, akkor talán még szebben tudnék egy fokkal rajzolni hangszórókkal is, tehát önmagában speciális ultrahanggal működhet ez a technológia, nem feltétlenül csak lézerrel működhet. Nyilván ki kell találni azt, hogy pontosan ez, ennek milyen frekvencia jó, ennek a mintának ki kell találni, hogy a az milyen gyorsan polizáljon, és ki kell találni azt, hogy a lézernek milyen lézernek kell lennie. De ezek csak technikai kérdések, aki ez ért, tehát mondjuk úgy gondolnám, hogy fizikával, kvantumfizikával foglalkozik, ő ezt simán ki tudja számolni. Hogy mekkora egy DNS szekvencia, és akkor milyen kvantumfizikai effektusok révén lehet azt megoldani, hogy a szekvenciákat kimásoljuk, hologramből létrejön, és az információ pedig utána. Tehát ez abszolút technikailag, biológiailag, fizikailag levezethető, megmagyarázható jelenség. Utána pedig ezek a hullámok, hogy elérik a szervezetedet, ezek, ez volna itt a lényeg. Ezek a hullámok, hogyha érik a szervezetet, most, hogy ilyen honnan rajzolok. Ezek a hullámok utána biofizikai, kvantumbiológiai változásokat hozhatnak létre a szervezetben. Hát nyilván optimális körülmények között, illetve akkor, hogyha a megfelelő helyen, megfelelő időtartamig kapod ezeket a frekvenciákat. Ezeket hallgatni is lehet, tehát itt van a, a, a módosított elnyújtott hangminta, ez Goyevnek a letölthető mátrixa, a készülék Goyev modulátor pedig egy ilyesmit készít. Ez, hát, hogy mondjam, információs sűrűség szempontjából, információs sűrűség és hatékonyság szempontjából háromszor hatékonyabb a tekercsen keresztül, mint önmagában csak ez az elnyújtott, hallgatható hangminta. Na hát, ilyen formában szerintem Gorérnek a hullámgenetikájáról nem hallottatok soha. A bármikor létrehozható, bármikor ellenőrizhető. Tehát ez abszolút nem egy hókusz-pókusz. Így lehet információt átvinni egy anyagi struktúrából. Így lehet digitalizálni egy anyagi struktúrát. Nem tökéletes a megoldás. Tehát akkor volna jó a megoldás, és ezen dolgozunk keményen, hogyha ez az információ, ami ide jön erre a lemezkére, ez nem piezóval lenne rögzítve, meg nem elektromágneses lenne rögzítve, hanem hologramként lenne rögzítve. Hogyha ez holong... Hoppá! Hogyha ez az információ, ami itt van, ebben az erénykében, és kijön ide, a kis lemezre, hologramként lehetne rögzíteni, akkor utána ebből a holografikus információ mennyiségből sokkal könnyebb lenne ezt, mint így ebben a formában de ez sem rossz, ez is egy nagyon jó megközelítés, és ez egy nagyon jó megoldás. Egyelőre Garrier fullám így működik, hogy hang alapon, mert egyébként Luke Montani is ezt tudta megismételni és PCR teszttel ellenőrizni. A PCR tesztről már az előző videóban magyaráztam, hogy ez pontosan hogyan működik. Remélem, hogy érthető volt ez a videó. Talán érdekes is, legközelebb majd talán szebben fogok rajzolni. Bátran osszátok meg ezt a videót. Tehát Elmondható az, hogy igazából holografikus információkat mindenről lehet készíteni, a DNS-ről is. Utána, hogyha ezt visszamásol az ELTI helyre, az ELTI pozícióba, az ELTI környezetbe, vagy az emberi szervezetben jelen akkor biofizikai változásokat idézhet elő. Pontos paramétereket nem mondtam el, de én már legalább szerintem értitek azt, hogy a hullámgátika, mint technológia, hogyan működik, és milyen fejlesztések várhatóak. Én szeretném, hogyha ezek a, a ezek a, ezek, a matrixok, ezek hologramként lennének rögzítve. Mert a hangállományjal van egy olyan probléma, hogy egyrészt másolható, másrészt megsérülhet, harmadrészt be tudnak nyúlni. Tehát ilyen problémák vannak jelenleg a hullámgátika mintákkal, viszont rendkívül hatékony. Az emberek, akik eddig vásároltak, nagyon szeretik használni. Sokkal komplexebb módszerről van szó, mint a hagyományosnak mondható biorezonanciás módszerekről, hiszen értitek szerintem, hogy itt nem csak egy-egy frekvenciáról van szó, hanem egy komplet egész struktúrából olvassák ki az információkat és ezt rögzítik. Szóval ez, ez nagyon komplex, nagyon bonyolult. Bár azért én gyorsan hozzátenném, hogy a mintaolvasás az mondjuk egy-két perc, egy-két óráig tart, tehát azért a mintaolvasás az nem úgy működik, hogy a dns a teljes információ tartalma lenne tárolva és digitalizálva lenne, hanem csak mondjuk 1-2 százaléka. Jó esetben. De mégis ez az 1-2 százalék is elég ahhoz, hogy pozitív változásokat idézen elő a biológiai szervezetben. <kül> hát remélem, hogy érdekes volt ez a videó, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Kommenteljetek nyugodtan a videó alatt, Hétfőig lehet még kedvezményesen mátrixokat megvásárolni, amiről itt beszéltem. Nagyon sok, mondhatni, a titkos információt elárultam. Egy-két kutató labor van csak a világon. A világon, aki a technológiát legalább ilyen szinten ismeri. Nincs sok. Ha jól tudom, akkor most már egyik sem működik aktívan. <kül> Mert megvásárolták és hogy eltűntek ezek a laborok. Na de hát, mivel most ezt az információt megosztottam veletek, Remélem, hogy lesznek kísértez kísértezgető kedvű emberek, és ők is megpróbálják ezeket a, a dolgokat összerakni, átgondolni, mert mindenképpen ez a jövő, mondjuk az, hogy az orvoslás szempontjából valószínűleg, hiszen nem, nem invazív módszerről van szó, szóval semmilyen anyagot nem juttatunk a szervezetbe, nem fáj, hogyha egy lézerfényel megvilágítanak téged, az sem fáj, hogyha hangot kell hallgatnod, és azban zseniális Garriernek a megoldása egyébként, hogy, hogy az ultrahangot, tehát ami jön a készülékből hang, minta, az egy ultrahang, és az ultrahangot alakította a halható hangá, és ez a hallható hang is tud hatni. Ez, ez zseniális. Aztán ezt a technológiát egyébként bizonyos laborok elvitték egy olyan irányba, ahol, ahol már azt mondják, hogy hát tudnak neked ilyen hangmintákat készíteni, akár a kedvenc festményed alapján is, és ez egy ilyen meditációs zene, hát ezt azért nem kellett volna belemagyarázni. Tudom, hogy ezt is meg lehet csinálni, hiszen ez egy technikai, ez egy lézer spektroszkóp, és amit oda raksz, arra jönnek a hangminták. Ha egy festményt raksz oda, akkor arra jönnek a hangminták, de, de azért ezt nem kellett volna így összekutyulni egyben most Szerintem önmagában ez a spektroszkópiás a technológia, holografikus technológia zseniális, és rendkívül hatékony. És az a másik zseniális a történetben, másik zseniális pont a történetben, hogy, hogy hozzájuthattok, és meg tudjátok vásárolni, nem olcsó, ezzel tisztában vagyok, de, de hogy polgári felhasználásra is megvásárolható ez a technológia. És még egy érdekesség, hogy ugye most itt a hologramokról beszéltem, vagy holografikus terekről, Képzeljétek el, hogy a kutatóknak egy része most már öt dimenzióban számol. Hogyan tudod az öt dimenziót elképzelni? Az öt dimenziót, mind az öt dimenziót ezt igazából látod, érzékeled, itt van. Ezt úgy lehet elképzelni, vagy szemléltetni talán legjobban, hogy van egy lufit, amit elkezdesz felfújni. És ugye ez a felfújás következtében az nem háromdimenziós, nem csak térben van ott, hanem van egy időfaktora is, tehát az, hogy terjed. És mi a, ez, ez, ez volna a négy dimenzió, ugye az idő, mint olyan, hogy egy terjedési faktor, egyébként hibás, de most azt hagyjuk. Az ötödik dimenzió pedig mondjuk az, hogy felületnek a nyúlása. Tehát egy olyan plusz információ, ami azt szolgáltatja, hogy hogyan, hogyan változik. Mert ez egy információs tér, mondjuk azt, hogy információs valami az ötödik dimenzió, ami azt mondja meg, hogy hogyan alakul az adott anyagnak a szerkezete, nem csak azt mondja meg, hogy időben hogyan változik. Ez volna az ötödik dimenzió. És akkor vannak még feltett dimenziók, amelyeket viszont nem tudunk sajnos érzékelni. De most már a kutatók egy jelentős része, hát aki doktorátussal rendelkezik, legalábbis ők közülük egy része, ők, ők már öt dimenzióval számolgatnak. Csak azért mondanám el, mert nagyon sok videóban itt az interneten, YouTube-on erre arra lehet hallgatni, vagy hallani, hogy csak három dimenzióban számolnak, nem, ötben. Hát az öt sem feltétlenül elegendő egyébként, de, de az már egy sokkal jobb megközelítés, mint a háromdimenziós problémakör. és akkor még a videó végére ide az UAP-kat bedobnám, tehát ezeket a repülő szerkentjüket, amelyekkel mostanában igen aktívan foglalkozik az amerikai haditengerészet is. És több ország szintén, mert mint az aktivitás kicsit megnőtt volna. Ott egy olyan hajtási, meghajtási rendszer látszik, ami az öt dimenzióval sem magyarázható az entrópiával valamilyen szinten magyarázható lenne, csak nem tudjuk, hogy, hogy hogyan működik. Tehát a felvételeken egyértelműen az látszik, hogyha kikockázzátok, egyébként ő a USS névi többek között kikockázta, tehát ők már rég átvizsgálták, és azt látták, hogy ezek a szerkentjük nem úgy közlekednek, csak egy videó végére az szemben jutott az érdekesség a holografikus technológiákkal kapcsolatban, hogy ez nem holografikus technológia, ez egy másfajta technológia, amit nem ismerünk, nem értünk egyelőre. Tehát úgy közlekednek ezek a szerkentjük, hogy egyszer itt van, aztán itt van. És akkor azt szoktátok mondani, hogy ez egy teleportál. Hmm, mi a technológiát önmagában nem ismerjük, és nem tudjuk, hogy ezt hogyan csinálják, én a teleportálást egyelőre elvetném. Tehát itt nem arról van szó, hogy mint ahogy klasszikusan skifis jelleg elképzeljük, hogy az anyagot a b be áthelyezi. Itt inkább egy olyan dologról van szó, hogy egy másik dimenziót használ, és a másik dimenzióból vált át ebbe a dimenzióba. Tehát itt nem a anyag átvitelről van szó, szóval az anyag az egy helyben van, inkább valami más csinál. Jó? Azt inkább így mondanám, így, így fogalmaznám. Lehet, hogy nincsen tökéletesen igazán, de szerintem egy jobb nézet, mint hogy azt mondod, hogy teleportál szállt Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és tartsatok velem a következő részben, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Jaj, a végére még azért elmondanám, hogy létrehoztam egy Facebook csoportot, hullámgetik a szakembereknek egy ilyen Facebook csoportot. Ha a Facebookba beírjátok, keresőbe, akkor megtaláljátok, vagy a videó alatti leírásban szintén. Kérlek titeket, hogy ide tényleg csak szakemberek, orvosok és természetgyógyászok jelentkezzenek. Az emberek jó fele, aki, rende, aki ide jelentkezett ebbe a csoportba, nem ezek. Tehát, hogy hétköznapi emberek, akik érdeklődnek, ez nagyon jó, nagyon, nagyon értéklendő. Nekik ott van a Hullám nevű Facebook csoport, valamint ott van nekik a, a Hullám Geatikai Tapasztalatok Facebook csoport. Jó? Ez a, ez a harmadik Facebook csoport, ez kimondott a szakemberek számára készült azért, hogy egymás között hatékonyan tudjanak kommunikálni. Uh, ha nem rendelkeztek uh, mondjuk legalább természetgyógyász uh, képesítéssel, nem foglalt titeket beengedni a Facebook csoportban, ne haragudjatok. Uh, nem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!